Minden magyar. Petőfi Rádió. Ez a hazai Mákkatával. A mai téma... A sport és a rendszeres mozgás fontosságáról fogunk beszélgetni, amit hát alapvetően tudunk, hogy ezt kell csinálni, meg kéne csinálni, illetve rátérünk majd az otthoni edzésekre is, hogy hogy lehetünk motiváltak úgy, amikor semmi kedvünk nincs hozzá. Béres Alexandra fitness világbajnok a vendégem ebben az órában is, életmód tanácsadó. Szia! Szia, szia! Hát ha valaki el tudja mondani, hogy mi az a motiváció a sporttal kapcsolatban, az szerintem az egyik te vagy biztosan, mert biztos, hogy nálad is voltak hullámvölgyek, de na ezeket hogy küszöböljük ki, mert ugye mindig elkezdeni a nehéz. Aztán, hogyha az ember elkapja ezt a flót, egy ideig működik. Akkor egy ideig működik, de érdekes megfigyelni magunkban, hogy mégis mik ezek a gátak, hogy azt érezzük, hogy lusták vagyunk, mert azt szerintem egy tök őszinte érzés, hogy elfogyott az energiánk, és akkor meg kell találnunk, hogy hogyan tudjuk magunkat rávenni, mert a legtöbben tudják, hogy amikor már elkezdjük, akkor már tényleg jobb, és utána több energiánk lesz. Vagy pedig olyan tényezők játszanak közre, ami a hétköznapjainkat, meg a habitusunkat érinti, mint például a nincs időnk, akkor nagyon-nagyon sok ilyen jellegű dolog van, ami épp az életszakaszunkra jellemző. Jó, ami csak azért ugye sok esetben keressük a kibúvókat, hogy hát majd holnap, most jó, most nem, most kicsit fáradt vagyok, most nem, majd akkor holnap után elkezdem, meg ugye januárban majd elkezdem. Majd januárban, igen, jövő hétfőn, meg jövő hónap első napján. Szóval, hogy lehetünk motiváltak, tehát nyilván agyban, fejben tudjuk, hogy kéne mozogni, menni kéne. Tudjuk, mert szerintem ez a nagy kérdés, hogy egyszer le kellene ülnünk magunkkal, hogy valóban a fontossági sorrendünkben ez hol helyezkedik el, mert ha belátjuk, hogy fontos, és tényleg nem csak mondják, és nem csak arra gondolunk, hogy az egészség egy érték, és hogy tenni kellene, értenem, hogy a mi szempontunkból miért fontos, szerintem akkor történik változás. Amíg idáig nem jutunk el, addig nincs csodaedző, csodakapszula, csodarázógép, csoda semmi, csak mi vagyunk, és ezt kellene megnézni, hogy valóban úgy gondoljuk-e, hogy számunkra fontos, és hogy nekünk ez valóban miért? Azért, mert mondjuk a testsúlyunk miatt szeretnénk változtatni, vagy azért, mert az egészségügyi faktoraink nem olyan jók, vagy nem vagyunk olyan produktívak a munkahelyünkön, vagy otthon, amikor hazamegyünk, és szeretnénk már ott lenni a szeretteinkkel, akkor nem tudunk már erőt meríteni arra az aktívabb, meg szeretetteljes időtöltésre, hogy odaüljünk törít tanulni, meg oda tegyünk még egy húslevest, meg segítsünk az anyukánknak. Vagy mi az a faktor, vagy valakinek az egészségügyi problémája billent bennünket át, vagy akár a sajátunk. Tehát ezt egy picit át kellene nézni, és hogyha látjuk, hogy nekünk miért fontos, akkor fogunk érte tenni. Ameddig nem válik ez valóban prioritássá, valahogy minden marad ugyanígy, vagy rendeződik ugyanide-vissza. Szerinted mennyire lehet gyerekkorra visszavezetni ezt, hogy akinek mondjuk a gyerekkorában nem volt annyira jellemző a sport, akkor lehet, hogy nála ez nem is alakul úgy ki? Igen, akkor új szokást kell felvenni, mert nincsen benne a vérében, vagy nem is tudom így a mindennapjaiban, és új szokásokat kialakítani felnőtt korban sokkal nehezebb. Több energiára van szükség, nagyobb elhatározásra, nagyobb belső motivációra, hogy jobban átlássuk, hogy ez mindenképp szükséges, még akkor is, hogyha minden más éppen jobb lenne abban az adott pillanatban. És hogyha ez elmaradozott gyerekkorban, vagy nem is volt meg rendszeresen, akkor ezt meg kell találni, hogy miként tudjuk kiépíteni olyan mozgásokkal, ami még örömet is okoz, mert szükséges rosszként ezt beletenni az életünkbe, szerintem csak ideig, óráig megy. De tulajdonképpen ez tényleg egy életforma, nem? Igen. Tehát a sportot azt valahol úgy kell felfogni, mint hogy reggelizem, ebédelek, vacsorázom, és akkor hogy a napjaimban benne van egyébként a sport. Tehát, hogy ez mindig ilyen kötelező elem. Azért is gondolom így, mert így lesz fenntartható az életünkben, mert hogyha mondjuk 3-4 év múlva nézzük az életünket, kicsit így előre tekintünk, akkor is el kell tudnunk képzelni, hogy ezt ugyanúgy végezzük. Tehát olyan mozgásformát érdemes kialakítani és kitalálni, ami fenntartható számunkra, tehát nincs túl messze, nem túl nagy energia, nem vesz ki belőlünk mindent, mert az sem jó, hogy kiadjuk az edzésen az összes erőnket, és utána már semmire nincs a nap folyamán többi erőnk, és ez hosszú távon szerintem nem is fenntartható, mert nem fogjuk választani, egyszerűen tartani fogunk tőle, és nem indulunk el. Tehát tényleg egy rutint kellene kialakítani, és ehhez a rutinhoz szerintem nagyon jó, ha tudjuk kötni magunkat, tehát annyira pontosan meghatározzuk, hogy mondjuk azokhoz a heti aktivitásokhoz, amik amúgy léteznek az életünkben, kötjük.
És szerintem még egy kulcs van, amit talán érdemes megfogadni, hogyha valaki most hallgat bennünket, hogyha elhatározzuk, akkor beszéljük meg otthon a szeretteinkkel. Mert ha ezt nem tesszük meg, ezt az apró lépést, akkor megvannak ugyanúgy a kibúvók. Mindig azt fogjuk érezni, hogy tőlük vesszük el az időt. Uh-huh. De hogyha elmondjuk nekik, hogy nekünk ez fontos, miért fontos, és hogy az ő velük való kapcsolatunkban is ez egy hosszú távú befektetett energia, és hogy nekük is ott leszünk, és tudunk segíteni, és lesz rá erőnk, hogy együtt legyünk, akkor támogatni fognak bennünket, mert ha a szeretet megvan, akkor ez nem is kérdés, de ameddig az ember csak úgy valahova betömködi, akkor mindig úgy fogja érezni, hogy na, akkor valamitől megvált az idővonalában. Ugye azt gondolom, hogy most már azért nagyon nagy előnye az, hogy rengeteg videót megtalálhatunk a neten, akár a saját telefonunkon is, és ez segít mondjuk az otthoni edzésekben, de hát sokaknál meg az otthoni edzés nem működik, úgyhogy mindjárt erre is kitérünk itt a Petőfi Rádióban. Vendégem Béres Alexandra, fitness világbajnok és életmód tanácsadó, ha szeretnél, akkor te is kérdezz tőle bátran, illetve hogyha te otthoni edzésben mondjuk kitartó vagy, és tudod a kulcsot ehhez, akkor várjuk a tippedet, a tapasztalatodat, 0630303380, ez az SMS számunk, de lehet üzenni a Facebook oldalunkon, illetve Viberen is. A stúdióban Béres Alexandra, fitness világbajnok és életmód tanácsadó, a sport fontosságáról, a szeretetéről, a rendszeres mozgásról és az otthoni edzésről beszélgetünk elsősorban. Hát itt vannak a tények, világszerte 4-ből 1 felnőtt nem mozog eleget, de a gyerekeknél még rosszabb a helyzet, a serdülők 80%-a él mozgásszegény életmódot. Te is azt látod, hogy ennyire nagy a baj, vagy van valamiféle változás? Neked mi a tapasztalatod? Hát nagyon kettős a tapasztalatom, mert egyrésztről valóban ezt látom, és nagyon szomorú összevetni azzal, hogy mi volt az én gyerekkoromban, vagy akár az édesanyám gyerekkorában. Szomorú összevetni a képet a túlsúllyal kapcsolatban is, amikor megnézek egy anyukám korabeli balatoni fotót, és amit most látunk itt a magyar hölgyekkel, urakkal, ugyanakkor pedig annyi lelkes ember van, és annyira tényleg élettel teli, kedves szemeket látok, amikor mozgatom őket, hogy közben meg úgy érzem, hogy igenis van remény, és hogy csak el kell juttatni ennek a szeretetét, és hogy talán azt az üzenetet, hogy ez nem egy rettenetes dolog, és nem is kell, hogy nagyon nehéz legyen, csak el kell kezdeni teljesen nyugodt módon, és hogy ez működhet bárkinél. Meg szerintem, ami még fontos, saját tapasztalat, hogy nyilván olyan célokat kell kitűzni magunk elé, hogy ne ott kezdjük, hogy egy teljesen szálkás alakot akarunk látni a tükörben, hanem hogy szépen apránként hagyjunk magunknak időt a fejlődésre és az átalakulásra. Igen. Tehát szerintem talán itt mennek el sokan. Nagyon türelmesek tudunk lenni, amikor felfelé jönnek a kilók, igaz, és akkor, amikor lefelé, akkor nagyon nehéz és hamar szeretnénk változtatni. Igen, szeretné mindenki látni, hogy a befektetett munkának eredménye van, és talán ilyen a mostani világ, hogy minél hamarabb visszajelzést szeretnénk kapni. De ez egy picit türelemjáték. Itt érdemes meggondolni azt is, hogy hány évesen kezdünk neki, mert teljesen más 20 évesen, hiszen akkor 2 hét alatt csodaformába lehet kerülni, és tényleg a nyárra meg lehet változtatni azt, amit mondjuk előző hónapokban még nem figyeltünk jól meg. Viszont hát 40-50 fölött ez már 3-4-5 hét, amíg beindul az egész folyamat, és addig nem szoktak sokan eljutni, mert 3 hétnél úgy érzik, hogy ez az egész nem ment, most megint nem sikerült, akkor most már hagyom, és majd legközelebb, és nem várják ki azt az időintervallumot, amikor beindul a változás, amikor tényleg az anyagcsere egy kicsikét gyorsabbá válik, és látható mindaz, amit beletettünk munkaként. Olyannal is találkoztam már, van, aki úgy gondolja, hogy ő mondjuk eleget sétál, vagy a házi munkából, kerti munkából kiveszi a részét, és akkor hogy az elég sportolás. Én egyébként úgy gondolom, hogy lehet elég sportolás, hogyha ez egyben történik, ez az aktivitás megfelelő pulzusértéken. Nem gondolom, hogy mindenkinek az óráját kell nézegetni, de meg kell izzadni azért egy edzésnél, és legalább egy 40-50 percig el kell jutni, hogy az anyagcsere folyamatok ne csak a szénhidrátokat bontsák, hanem a zsírraktár is nyúljunk. Ez idő kell. Ezt nem tudjuk úgy nézni, hogy 15 percet füvet nyírtam, de különben az nem 15 perc, úgyhogy a fűnyírás az szuper. Meg mondjuk lépcsőztem egy 5 percet, akkor bicikliztem 15-öt. Ezek nem adódnak össze. Valahol összeadódnak, de nem a
a változásnál, amikor a testösszetételünkön szeretnénk változtatni, az egészségünknél fontos, minden lépés fontos, de az is tényleg kérdés, hogy mi a célunk. De akkor mit mondasz, hogy folyamatosan egyben minimum fél óra az, amit mondjuk igen, sportolással kéne tölteni, ennek az intenzitása milyen legyen? Hogyha minimum fél órát nézzük, ez mondjuk napi szinten egy nagyon jó hozzávetőleges elhatározás lehet, ez mondjuk sétából is tökéletes egy ilyen 110-120-as pulzusértéken, ami csak pont annyi, hogy egy kicsit följebb ment a pulzusunk, és folyamatosan mozgunk, és meg fogunk izzadni közben, ez borzasztó jó az emésztésünknek, a bőrünknek, a kardiorendszerünknek, és a lelkünknek is egyébként, de a zsírbontás az még itt nem indul teljesen be. Van, amikor 20 percnél már elindul, de inkább 20-40 perc közé teszik. Először a foszfát csoportokat égetjük, utána a szénhidrátokat, és 20-40 percnél kezdjük a zsírokat. Tehát, hogyha az a célunk, hogy leadjunk most nyára, mert szeretnénk még gyorsan valamit tenni, akkor azért ne a 30 percet lőjük be, hanem a 45-50 percet. Nem is kell minden nap, hanem egy héten 4-5-ször. A 3 az szinten tartó, a 4 az szerintem már hoz változást, már látható változást hoz hetek alatt, az 5 az pedig mindenképp. És én abban is hiszek, hogy kell a pihenő. Ahogy a gyomrunknak is kell a pihenő, az izmainknak is, a lelkünknek is, nem kell beleőrülni ebben, mert akkor egy fél év, egy év után úgy fogjuk érezni, hogy túl sok, és abba hagyjuk. Ez a hazai. Béres Alexandra fitness világbajnok életmód tanácsadó a vendégem ebben az órában, a sportról és a rendszeres mozgás fontosságáról, illetve az otthoni edzésekről beszélgetünk. És hát Bíruska egyébként jogosan feltette a kérdést, hogy hol kell egyébként elkezdeni a testmozgást? Hát a hol az most lehet valamilyen helyszín. Nem, nem hiszem, vagyok, hogy helyszínre gondolt egyébként, tehát hogy milyen izomcsoporttal, vagy hogy kezdjünk neki. A lehető legegyszerűbb, hogyha, és ez most biztos, hogy ilyen nagyon triviálisnak tűnik, de elképesztően jó, hogyha ott, ahol lakunk, elmegyünk sétálni. Menjünk el 20 percet az egyik irányba, onnan már vissza fogunk jönni. Nagy valószínűséggel. Ne köröket válasszunk, akkor lebeszéljük magunkat, mondjuk meg kitaláljuk, hogy legyen 8, és akkor 3-nál már elkezdünk gondolkodni, hogy igazából 5 elég lesz. Nem, menjünk el az egyik irányba, addig még tart a lelkesedés, és onnan már szépen visszajövünk. Egy gyors sétával kezdjünk, de ez legyen egy olyan erőltetett séta, és egy picit csaljunk rá a törzsünkkel, még akkor is, ha bolondnak néznek, rotáljuk a vállunkat, tehát fordítsuk a törzsünket egy kicsikét, mert ezáltal ezt a has körüli gyűrűt jobban el tudjuk érni, és nem csak kívülről mozgatjuk az izmainkat, hanem egy kicsit masszírozzuk a belső szerveket is, meg az azon található viszcerális zsír mennyiséget is ott átmozgatjuk, nem azt mondom, hogy rögtön csökkenteni tudjuk, ahhoz azért jó néhány hónapra szükség van. Minden esetre visszatérve 40 perc séta, vagy 45 perc séta, ilyen napi szinten, vagy két naponta csodákat tesz. Ugye sok esetben fordítva gondolkodunk, hogy mondjuk picit fáj a derekunk, picit fáj itt, picit fáj ott, akkor jaj, nem megyek mozogni, mert most fáj, és nem is esne jól. Pedig pont, hogy akkor kellene mozognunk, hát jó, nyilván azért vannak igen, fokozatok. Igen, nagyon érdekes ez, hogy nagyon sokszor így bele tudunk ebbe süppenni, és ez valós dolog tud lenni, tehát ne bagatelizáljuk, a fáj, az egy nagyon rossz érzés, de hogyha átmozgatjuk, akkor attól valószínűleg egy kicsit jobb lesz a vérkeringés, jobb lesz a nyirokkeringés, eleve jobb lesz a hangulatunk is, és a gyógyulási folyamatok beindulnak, de hogyha valami fáj, akkor nem feltétlenül azt kell mozgatnunk. Ha fáj a lábunk, akkor mozgathatjuk a felső testünket, a törzsizmainkat. És én nagyon hiszek abban, hogy érdemes minél hamarabb szakemberhez fordulni, mert egy gyógytornász megmutatja azokat a mozdulatokat, amiket arra a fájós részre el tudunk végezni. Otthon is utána folytatni tudjuk, és már is sokkal jobb lesz az életminőségünk. Nem szabad évekig úgy maradnunk, hiszen egy tértfájás vagy a bokánkat vonza maga után, meg kompenzálunk, és úgy járunk, vagy a csípőnket, és ezáltal a gerincünket is rosszabb tartást eredményez. És ez hosszú távon bizony összeadódik. Annyi minden összeadódik hosszú távon, hogyha visszatérünk egy nagyon picit a súlygyarapodásra, hogyha csak abba gondolunk bele, hogy havi 10 dekát hagyunk magunkon,
akkor az egy évben 1 kiló 20 deka, ugye? És akkor ez 10 év alatt 12, és az 30 év alatt 36 kiló. Ne is számoljuk ki. Ne is számoljuk, tehát ne hagyjuk úgy magunkat, semmiben ne hagyjuk úgy magunkat, hanem próbáljunk egy kicsit igényesen hozzáállni ehhez a kérdéshez. Sose késő elkezdeni, sose. Ugye ez egy nagyon fontos mondat. És nem nehéz. Igen, és nem nehéz. Mindig pici, apró célokat tűzünk ki magunk elé. Térjünk rá egy kicsit az otthoni edzésre, hogy abban, hogy lehetünk kitartóak, ugye rengeteg videó elérhető most már a neten, tehát igazából érdemes olyan mozgásformát választani, ami élvezetes, ami szeretünk. Ezt egy kicsit a Covid is hozta szerintem, hogy az emberek rádöbbentek, hogy az internet használható ilyen módon is, és tényleg nagyon sok edző maradt online térben is a személyes jelenlét mellett, de azt hiszem, hogy ennek nagyon sok pozitív hozadéka van, mert hogyha ott van mellettünk néhány gyerkőc, és nem akarjuk őket magukra hagyni, vagy segítséget kérni, vagy esetleg nincs időnk elmenni, mert az is egy plusz fél óra általában minimum, amíg valahova elmegyünk, meg utána lezuhanyzunk vissza. Ezeket a dolgokat nagyon leegyszerűsíti, hogyha otthon tornázunk. Én azért is nagyon szeretem, mert nincsen időjáráshoz kötve. Olyan sokszor az a kifogásunk, hogy most nagyon meleg van, nagyon hideg, esik az eső, most nem lehet, jaj, nagyon fúj a szél ma, valahogy annyira, nem tudom, nyomott a hangulatom tőle. Na, ezektől mind meg tudjuk magunkat kímélni, hogyha otthon tornázunk. Viszont ehhez is kell egy személyiség. Tehát kell egy olyan személyiség, aki felismeri magában, hogy képes erre, hogy megcsinálja otthon, és ezt higgyétek el, hogy nem mindenkinek a sajátja, és ezzel semmi baj, akkor jó, akkor el kell menni. Mindenképp drágább lesz, hogyha elmegyünk egy csoportos foglalkozásra, mint hogyha otthon online edzünk, de nekem az a visszajelzésem a videó oldalamon, hogy egyrészt könnyen meg tudják találni benne a motivációt, nagyon jó otthoni eszközökkel, otthoni környezetben edzeni. Jó az, hogy nem kell egy plusz ruhatárat fenntartani, meg nem lát senki, meg nem ciki, hogyha valamit elrontunk. Ugyanakkor ők is azt mondják, hogy sok barátnőjüknek ajánlották, mert nagyon bevált nekik, és nem mindenkinek jó, nem mindenki szereti, nem mindenki tudja magát rávenni, valakinek el kell menni, és ez is szerintem egy szuper dolog, hogyha közösségben tudunk mozogni, és erre megtaláljuk a lehetőséget. És hogyha otthon edzünk, akkor mi a tapasztalat? Mindenképpen kell egy online, egy olyan edző, aki tartja bennünk a lelket, aki visz előre, mert egyébként nyilván nem úgy csináljuk, nem olyan intenzitással a mozgásokat, tehát az nagyon-nagyon nagy Én szerintem, hogyha van bennünk egy olyan kitartás, hogy utána nézzünk, hogy számunkra milyen edzésterv lenne jó, akkor ezt meg tudjuk magunktól is oldani, de hogyha szeretnénk csak valamit követni, akkor nagyon jó, hogyha találunk egy olyan edzőt, akinek megfelelő a személyisége, és aki változatos tartalmakat ajánl fel, mert nem mindegy, hogy milyen az edzettségi szintünk, nem mindegy, hogy hány percünk van az adott napon az edzéseket elvégezni, hogy milyen testrészre szeretnénk dolgozni, hogy milyen céljaink vannak, például saját testsúlyos edzéseket preferálunk, vagy valamilyen intenzíven mozgásformát, mint a tabata, intervall edzések, vagy a kicsit magasabb intenzitású hitedzések. Ezek mind megtalálhatóak az online térben, és hogyha ezeket be tudjuk állítgatni, akkor tényleg magunkra kapunk egy specifikus olyan edzést, amit élvezni is tudunk, és akkor abból kevésbé törünk talán ki. Hogyha megtaláljuk benne az örömünket és a motivációnkat, és látjuk azt, hogy működik, akkor ez lehet egy hosszú távú történet, és én mindig ebben hiszek, mert edzőként is így próbálom létrehozni az órákat, hogy ami nekem nem unalmas, az mindig azt gondolom, a vendégeimnek sem. Tehát, hogy nincsen két ugyanolyan óra. Nekem is most már legalább 470 vagy valami ilyesmi különböző edzéstermem van fönt az oldalon, és akkor mindegyikben próbálok akár eszközökben, akár gondolatmenetben valamit változtatni. Persze a gyakorlatok mindig változatosak. Ez a Hazai, a Petőfi Rádióban. Vendégem Béres Alexandra, fitness világbajnok, életmód tanácsadó, a sportról, a rendszerességéről, illetve az otthoni edzésről beszélgetünk. A kardió és erősítő edzésekre mennyire kell odafigyelni, illetve ezek arányára? Mindig az a kérdés, hogy mi a célunk. Hogyha az a célunk, hogy jobb fittségi állapotba kerüljünk, tehát így teljesen lefordítva, hogy jobb legyen a mindennapokhoz való erőnk, állóképességünk, több
jobban tudjuk teljesíteni a napunkat, akkor mindenképp szükség van kardiomozgásra. A kardiomozgás az lehet egy ciklikus mozgás, mint egy gyaloglás, futás, evezőpad, vagy evezés, most ahogy így kikukucskálok a Dunára, egy bicikli, egy roller, persze nem elektromos, vagy bármi ilyesmi, ami nagyon-nagyon jó a kardiorendszerünknek, viszont fontos lenne, hogy legalább picike intervallumokban beletegyünk egy magasabb intenzitást. Elég egyébként a pici, nem kell végig erőteljesen menni, de ez az, amikor az anaerob küszöböt át tudjuk lépni, és akkor jobb lesz a fittségi állapotunk. Hogyha a súlyzós edzést választjuk, vagy valamilyen erőfejlesztést, az leginkább a formálásban hat, illetve a zsírégetésre van nagyon erőteljes hatása, leginkább az utólagos zsírégető hatása miatt. Szerintem a kettőt nagyon jó kombinálni. És az sem biztos, hogy milyen nagy súlyokat fogjuk szeretni, lehet, hogy teljesen jó a súlyt a saját testsúllyal pótolni, vagy leginkább azzal fejleszteni, mert a saját testsúlyunkkal is nagyon sok gyakorlatot el tudunk végezni, és bizony én 65 kiló vagyok, az azért elég sok súly, és hogyha úgy helyezem mondjuk a karomra, hogy abból 20 kiló van a karomon, akkor úgy el lehet képzelni, hogy az egy erőfejlesztő edzés is lesz. Ezek mind megoldhatóak a saját testsúlyjal is. Akkor előre haladtával mennyire fontos az, hogy az izmot is építsük, tehát hogy erőléti edzéseket végezzünk? Az izomépítés az nagyon fontos a kezdeti időszakban. 18 éves korunkig nem lehet horizontálisan terhelni a gerincoszlopunkat, mert az még nem fejlődött. Nem fejeződött be a fejlődésnek ez a pontja. Pontosan mit jelent? Pontosan az, hogy nem tudjuk a súlyt, vagy nem szabad a súlyt fölfelé tolni. Uh-huh. Tehát mondjuk nem tudunk egy nyakbanyomást, vagy egy rudas nyakbanyomást végezni. Ez csak 18 éves kor fölött érdemes. Akinek megállt a növekedése, már 16 évesen elkezdheti hamarabb, de ez egy hozzávetőlegesen egy jó szám. Viszont 18 és 35 között nagyon-nagyon erőteljes az izomfejlődés. Ilyenkor el tudjuk érni azt a vázizom nagyságot, amit szeretnénk, illetve tudunk egy kicsit játszani az arányokkal. 35 év fölött is fejleszthető, de ez az a szakasz, amikor a leginkább intenzív. 35 után pedig ennek a megtartása nagyon fontos, mert ahogy mennek előre az évek, és mondjuk ilyen 40-50 körül elindul egy csontritkulás, ami egyébként nem csak hogy megállítható, hanem vissza is fordítható, de az izomnak az összehúzódása is jellemző ebben az időszakban, és ettől leszünk kisebbek. Tehát, hogyha ellene dolgozunk, megtartjuk az izmunkat, és még nyújtjuk is, hogy ruganyos legyen, és hosszú, akkor ez nem történik annyira meg, és sokkal kevésbé leszünk sérülékenyek, és sokkal jobban tudjuk a hétköznapokat végigvinni. Tehát minden életszakaszban egyébként megvannak azok a prioritások, amire leginkább érdemes odafigyelni. De a kardió, meg az izom megtartás az nagyjából mindig megmarad, és akkor emellé jönnek apróságok, az egyensúlyfejlesztés, a ruganyosság, mobilizáció, az izmoknak valóban a nyújtása, az igazi nyújtása, nem csak mobilizáció, hanem a stretching, ezek mind-mind hozzájönnek. Hogyha valaki olyan sportban leli élményét, ami mondjuk ilyen egyoldalas sport, annál mi a fontos, mire hívnád fel ott a figyelmet? Hát leginkább a szimmetriát próbáljuk visszanyerni izommunkával, főként a gerincoszlop területén, ott nem annyira jó, hogyha elhúz bennünket valamelyik oldal, de általában az egyoldal sportolók ezt pontosan tudják, és az erősítésnél erre megpróbálnak odafigyelni, például a vívóknál nagyon-nagyon sok törzs gyakorlat van, és a másik karjukat is, vállukat is dolgoztatják, meg nyilván itt tesznek a kajakosok is, meg a kenusok, meg mindenki, aki úgy tényleg egy irányba terhel éppen, vagy a felső testét, vagy az egyik oldalát. Minden esetre ez szerintem egy nagyon fontos rész, hogy az élsportot válasszuk el attól, amit így a mindennapokban végeznünk kell. Nézzük meg azt, hogy milyen a testalkatunk, nézzük meg azt, hogy mennyit ülünk számítógép előtt, mennyire megy előre a fejünk, mennyire tudjuk egyenesen tartani a gerincünket, és az alapvetésnek legyen meg egy alap jó állóképesség, egy jó gerincoszlop, tehát a hátizom és a törzsizomzatnak a fejlesztése szerintem kiemelten fontos, és hát természetesen az izomzatnak a fenntartása, meg hogy jól átjár legyen, és sehol ne legyen elakadás. A nyújtás az mennyire fontos?
Nyújtás az egyre jobban fontos lesz. Tehát úgy, ahogy rájövünk, hogy az egészségünk milyen fontos, ugye mondom a 14 éves gyerekemnek, néz rám nagy szemmel, jó van, anya, jó. Nézd, mondom a 20 éves kis tanítványnak, azt mondja, jó, jó, persze, de még nem értik. Hmm. Utána eljön a 30, eljön a 40, 50, és akkor ugye egyre jobban van az mindenki. Ember, hogy érti, na igen, az egészség az érték, és fontos, és figyelnünk erre. Ugyanígy van a nyújtással is. A nyújtás az egyre, ahogy megyünk előre az életünkben, egyre fontosabbá válik, mert az érezhető, hogy 40 év fölött többször meghúzódunk, többször történik olyan mozdulat, ami nem esik annyira jól, és bizony ezek az izomban lévő elakadásaink és összehúzódások, ezek utána a többi testmozgásra is, meg mozgásképre is ráteszik a bélyegüket. Úgyhogy azt mondják, hogy 40 év fölött a nyújtás a legfontosabb. Ez a hazai Mákkatával. A stúdióban Béres Alexandra, fitness világbajnok, életmód tanácsadó, aki hát folyamatosan bombaformában van, bármikor látjuk, bárhol is látjuk. Úgy te is láthatod őt a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. Ugye szóba került az otthoni edzés, arról még nem beszéltünk, hogy mi legyen az a minimum eszközpark, amit érdemes beszerezni ahhoz, hogy otthon is megfelelően tudjunk edzeni és kicsit foglalkozni magunkkal. Ebben is menjünk szerintem leginkább az egyszerűtől a bonyolultabb irányba. A legegyszerűbb, hogy semmit, legyen otthon egy szőnyegünk, és akkor azon el is tudjuk kezdeni a saját testsúlyos edzéseket. És aztán, hogy változatos legyen az edzés, ehhez azért érdemes egy-két eszközt előbb-utóbb begyűjteni. Nem kell egyszerre, szépen lassan legyen otthon egy kilós kézi súlyzó. Azzal nagyon-nagyon sok csodás gyakorlatot el lehet végezni. Most nyára szerintem a legszuperebb eszköz a miniband, de ezt úgy kell elképzelni, hogy egy kis gumiszallag, van olyan, amikor bevonják anyaggal, hogy ne húzzon annyira, és körbeér, és körülbelül olyan 20-30 centi a nagysága egy teljes kör, ezt be tudjuk tenni a zsebünkbe, futni is el tudjuk magunkkal vinni a bőrönbe, és tutira befér, úgyhogy nyaralni is jöhet velünk, tehát a miniband, ez egy szuper jó kis eszköz. Én nagyon szeretem a nagy gimnasztikai naptárt. Várjál, még maradjunk a minibandnél, azzal mit lehet csinálni? Minibanddel az a csodálatos benne, hogy egy rugalmas ellenállás, amivel folyamatos energiabevitellel tudunk egyre nagyobb húzásokat, tolásokat, feszítéseket alkalmazni, tehát mondjuk ráfűzzük a lábunkra, akkor rögtön a csípő külső részét el tudjuk érni a lábemeléssel. Hogyha rángatjuk, azzal nem érünk el annyit, mint ha folyamatosan emeljük, és ez a rugalmas ellenállás része segít abban, hogy folyamatos legyen ez a terhelés, és ne csak ilyen pontszerű, mint a súlyzónál. Nagyon jó gyakorlatokat lehet vele minden testrészre, és szerintem csodálatos nyújtása is, tehát ha már csak a repülőnél vagyunk, akkor hogyha a hátunk mögött áthúzzuk, hogyha megnyújtjuk vele a hátunkat, vállunkat, kicsit átmozgatjuk, mobilizáljuk, az is egy csodálatos rész lehet. És hogyha tovább megyünk, akkor így a gumiszallag mellett nagyon jó a gumikötél is, ez ugye úgy néz ki, mint egy kötél, rá tudunk állni, és a két oldalát tudjuk húzni. Nagyon jó a nagy gimnasztikai és a kis gimnasztikai labda, a picike az szintén így leereszthető, vihető mindenhova, de nem kell egyébként ennyi sok-sok eszköz, de azért még mesélek néhányat. Én nagyon szeretem a sima párnát, nagyon szeretem a pilates párnát, ami egy rugalmas ellenállás, és egy kicsit ilyen instabil felületet hoz létre, ami a boka erősítésére és a farizomra csodálatos tud lenni. Ezen kívül egy sima bot legyen otthon. Na jó, többet nem mondok most. A többit a képzeletre bízunk. És hát reméljük, hogy már segítettünk egy kicsit abban, hogy motivációt szerez, hogy egy valahol elindulj, akár egy sétával, akár egy kis lépcsőzéssel, akár legyen egy kis izomunkával. Akár egy ingyenes online edzéssel el lehet indulni, és onnan talán már lesz kedvünk tovább menni. Ha megállnál, ha valahol úgy érzed, hogy na most nincs kedved, akkor hallgass vissza ezt a beszélgetést, figyelj minket. Béres Alexandrának nagyon szépen köszönjük, fitness világbajnoknak, életmód tanácsadónak, akivel ebben az órában beszélgettem, és hát a továbbiakban várom azt, hogy az otthoni edzésben te hogy tudtál kitartó maradni, és most nyáron mi az a sportág, ami mondjuk neked nagyon bejött, és ajánlanád a hallgatóinknak is. 0-30-30-30-380 az SMS számunk, Szandra, nagyon köszönjük még egyszer. Én is köszönöm. Innen már is folytatjuk Rúzsa Magdival. Hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfiradio.hu oldalon. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.